Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Vért adtak a Városháza dolgozói, 13-an segítettek így másoknak Szekszárdon. Agrárkamarai választások május 20-án voksolhatnak a gazdák Tolna megye szerte. Turisztikai központ tovább folytatódnak a munkálatok. Ütötték, vágták a pályaudvaron, ketten bántalmaztak egy férfit Szekszárdon. Véradást szerveztek a szekszárdi polgármesteri hivatal munkavállalói számára. 13-an segítettek most másoknak. A nyár felé közeledve egyébként egyre több vérkészítményre van szükség, mert sokan kelnek útra, vagy sérülnek meg másként. Egy apró tűszúrás, és már folyik is a vér a gyűjtőzsákba. A szekszárdi polgármesteri hivatal véradására Nepp Péter érkezett elsőként. Ő már rutinos segítőnek számít, 25. alkalommal nyújtotta a karját. Minden csepp vér életet ment volt ez a kis szolgán, és úgy gondoltam, hogy jó így az embereken segíteni. Ugye meg többször hallani a hírműsorokban, hogy bizonyos időszakokban vér hiány van, és hogy műtétekhez szükségesek, és hogy nehéz beszerezni egy országos szinten, és ha már lehet, akkor eljövök, és így segítek. És valóban a meleg hónapokban több vérre van szükség, mert megnő a balesetek száma. Kilián Máté 17. alkalommal segített most másoknak. Azt mondja, még a főiskolai évei alatt döntött el, hogy rendszeres véradó lesz. Egy beteg srácnak kerestek vért, és megmondom őszintén, én nem mertem vért adni, pedig olyan vért kerestek, ami nekem van, és ez éveken át feszített is. És hát már régen dolgoztam, amikor eljutottam odáig, hogy tulajdonképpen hát leküzdöttem a félelmeimet. A megyei jogú város aljegyzője szintén adott most vért, és neki sem ez volt az első alkalom. Rendszeres véradó vagyok. Igazából a katonaságon szoktam rá a véradásra, hiszen akkor még adtak 2 nap szabadságot is a katonaság alatt. Körülbelül már egy 20-25 alkalommal adtam vért. Szerintem fontos, hogy az emberek adjanak vért, hiszen az egészségügyi működés, a műtétek folyamatossága megköveteli. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai közül 13-an adtak vért. Továbbra is a nemzeti érdekérvényesítése kell alapozni a külpolitikai döntéshozatalt, azért is még mindig ez a helyes út, mert a választás eredménye egyértelműen megerősítette a kormány politikáját, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újabb kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Külügyi Bizottságának szerdai ülésén. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt 12 évben, amelyet a Fidesz-KDNP kormányzással töltött, Európában és a világon is a válságok kora volt, és amikor azt hitték, túl vannak a nehezén, kitört a háború a szomszédban. A következő évek, évtizedek is a veszélyek, válságok korát hozzák el Európa, a világ és így Magyarország számára. Értékelt, hozzátéve biztonsági kihívásokkal kell majd szembenézni több tekintetben. Szijjártó Péter azt mondta, az elmúlt 12 évben a kihívásokat sikerrel kezelte Magyarország, és ennek kulcsa az volt, hogy soha nem adták fel a törekvést a nemzeti érdek elérésére. Minden döntésnél a nemzeti érdek volt a legfontosabb szempont. A migráció a következő években is biztonsági kihívást fog jelenteni, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön. Bakondi György felidézte az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség legfrissebb jelentése szerint a nyugat-balkáni migrációs útvonal az egyik legaktívabb, itt jelentős a növekedés. Hozzátette, egyre többen várnak Szíriában, Iránban és Törökországban is arra, hogy Európába indulhassanak. Kijelentette, semmi nem valósult meg azokból a nyugat-európai elképzelésekből, amelyek szerint a migránsokat sikerül majd integrálni. Látható az is, hogy az Európai Unió migrációs politikája is változik, de továbbra is az illegális bevándorlás kezeléséről és nem a megállításáról beszélnek, közölte.
Az ukrán-magyar határszakaszon 5590 ember lépett be szerdán az ország területére, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4269-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön. A beléptetettek közül a rendőrség 329 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az óriás tőrősdarázs nem csak hazánk, de Európa legnagyobb darázsfaja is, melynek mérete elérheti a 45 mm-t. Bár a rovar félelmetesnek tűnhet, az emberre ártalmatlan. A fullánkját csak a legvégső esetben használja a védekezésre, ha más módon nem képes elmenekülni. Az egyébként védett állat nem agresszív, érintésre, hesegetésre inkább odébb áll. Éppen egy korhat fatörzs körül köröznek a tőrősdarazsak. A tavasz beköszöntével megjelentek különböző fajok is, melyek közül nem mindegyik agresszív. Tolna megyében is lehet számítani óriás, illetve sötét zárnyú tőrősdarázs felbukkanására. Molnár Dániel kártevőírtó szakember elmondta, ezek a rovarok nektárral táplálkoznak, és leginkább korhat, odvasfákban vagy üregekben fordulnak elő. Ezek a darazsok fokozottan védettek, eszmei értéke darabjának 50 ezer forint, és nagyon sokan összekeverik a lódarazsokkal őket. Nagy pánikot keltettek itt Szekszárdon most az újvárosi templomnál, ezért értesített minket az önkormányzat, hogy meg kellene nézzük ezeket a lódarazsokat, legalábbis a bejelentés még így érkezett. Hozzátette, a szakmájában nagyon fontos, hogy pontosan felismerjék azt az állatfajt, ami ellen a beavatkozás történik. A tőrősdarazsok mindig májustól októberig repülnek, és mindig megjelennek olyan kivágott fáknak a tuskójánál, amik már régóta benn vannak a földben, és igazából mindig az vonza be, hogy valamilyen nagy testű, másfajta rovar oda petézett, és a lárvája, például az orszarbogár lárvája az 6 évig benn van a föld alatt, és ő ezeket keresi. Kártevőírtásnál mindenki forduljon szakember segítségéhez, ellenkező esetben a súlyosan veszélyeztetett fajok is elpusztulhatnak. Több mint 11.300-an vehetnek részt Tolna megyében a május 20-án megrendezésre kerülő agrárkamarai választásokon. A megye 12 településén lesz lehetősége a gazdáknak leadni a voksaikat. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, fontos, hogy minél többen elmenjenek a választásra, hiszen a tét az, hogy a szervezet minél nagyobb mértékben tudja képviselni a gazdák érdekeit. Már mind a 12 szavazóközpont csomagját összekészítették a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságán, ugyanis május 20-án sor kerül a kamarai tagok megválasztására. Az a tétje, hogy mekkora felhatalmazást fog kapni az Agrárkamara az elkövetkezendő 5 évre, hogy milyen erőteljesen fogja tudni képviselni a tagjainak az érdekeit. Az eddigi időszakban is, tehát az előző 5 évben is azért értünk el jelentős eredményeket. A megyében Bátaszéken, Bonyhádon, Dombóváron, Dunaföldváron, Gyönkön, Nagydorogon, Pakson, Simontornyán, Szekszárdon, Tamásiban, Tolnán és Zombán adhatják le a tagok a voksaikat. A megyében több mint 11.300 kamarai tagunk van, és szavazni reggel, május 20-án reggel 6 órától este 19 óráig lehet 12 helyszínen, erről kaptak tájékoztatást, a választásra jogosultak. A kamarai küldötteket 5 évente választják újra, ez Tolna megye esetében 70 fős küldöttgyűlést jelent. Ez a csoport választja meg később a kamara Tolna megyei tisztségviselőit, az országos küldötteket és a bizottságok tagjait is. Még rengeteg feladat áll előttünk, és az egyik az, ami szerintem a legfontosabb, hogy Brüsszelben is meg kell védjük a magyar gazdáknak az érdekeit a túlzó környezetvédelmi előírásokkal szemben, és ezért kell, hogy minél több kamarai tag részt vegyen ezen a választáson, és minél nagyobb felhatalmazást kapjon a kamara további munkájához. Szavazni tehát május 20-án pénteken a megye 12 pontján lehet reggel 6 órától este 19 óráig. Május 16-ától egészen egy hónapon át benyújthatók a pályázati kérelmek az 5 milliárd forintos keretösszegű kisképződző állat jóléti támogatásra, közölte az Agrárminisztérium. Ennek célja, hogy hozzájáruljon az állat és egészségvédelem folyamatos fejlődéséhez a juh és kecske ágazatban. A felhívás keretében támogatott tevékenységnek minősül a körömápolás, a belső élősködő fertőzöttség ellenőrzése, a külső élősködők, valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés és az ásványi anyag kiegészítés alkalmazása.
Ezen kötelezettségek teljesítéséért 215 eurónak megfelelő forint vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe. A szakképzésnek el kell mozdulnia a zöldítés irányába, és egy zöld szakképzési programot kell létrehozni, amelyre nagy igény van, mondta Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára. Felidézte, az Európai Bizottság 2016-ban hirdette meg az Európai Szakképzési Hetet, amelyhez azóta minden évben csatlakozik Magyarország. A 2022-es év ötleteit elsősorban a fenntarthatóság jellemzi, és ez kijelöli a szakképzés fejlesztési irányait is. Kiemelte, a szakképzési hét lehetőség arra, hogy az uniós országokkal találkozók nemzetközi partneri kapcsolatok jöjjenek létre, és megmutassák egymásnak a jó gyakorlatot. A Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület és Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának együttműködésének köszönhetően elkészült a SIO projekt következő mérföldköve. A turisztikai központ használók már igénybe vehetnek egy stéget, ami a vízbe történő ki- és beszállást hivatott megkönnyíteni, valamint már rendelkezésükre áll egy pihenőtér is, amit a túrák alkalmával birtokba vehetnek. Tovább zajlanak a munkálatok a Szekszárdi Turisztikai Központ területén. Már családok, csoportok vagy cégek is igénybe vehetik azokat a szolgáltatásokat, amiket a kikapcsolódni vágyók számára nyújtanak. Jámbor Ninger Nikoletta, a project manager elmondta, a kajakkenu sportákban fontos szerepe van a fenntarthatósági tényezőnek. A versenysport és a turisztikával történő összefonódás egyedülálló az országban. Elkészült a Szekszárd megye jogú várossal konzorciumban, ugye itt a SIO projekthez kapcsolódóan egy gyönyörű beruházás, melynek köszönhetően ahhoz a stég is, ahol állunk, létesült. Ez megkönnyíti a vízre szállásunkat, illetve a pihenőtér is itt rendelkezésünkre áll, úgyhogy innen nagyon jól tudunk indulni a csoportokkal, illetve hát a túra után van egy kis terük, ahol meg tudnak pihenni nálunk. Hozzátette, a soron következő fejlesztési projekthez tartozik az öltöző kapacitás bővítése, hogy minél többen élvezhessék a túrázás által nyújtott lehetőségeket. Ehhez kapcsolódóan már komoly előkészületek vannak, hiszen a tervező elkészítette az engedélyes tervekhez szükséges dokumentációt, ezek jövő héten beadásra is kerülnek a szükséges hatóságokhoz, úgyhogy bízunk abban, hogy az idei évben ez a kivitelezés meg is valósul. További tervek között szerepel még túrázást segítő tárgyi eszközök beszerzése. Sok milliárdos forgalmat generál a grill szezon. A grillkolbászok piaca átlépte a 4,5 milliárd forintos forgalmat a tavaly márciustól ez év februárjáig tartó időszakban, ami 7%-os értékbeli növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A vizsgált időszakban csaknem 2000 tonna grillkolbász került a hazai fogyasztók kosarába. A tavaszi-nyári otthoni sütögetések elmaradhatatlan kelléke a grillsajt is, amelyet 2,5 milliárd forint értékben vásárolt a lakosság. Ez 12%-kal több a bázis időszaknál. Összevertek egy férfit a szekszárdi buszpálya udvaron. Ketten támadtak rá, ütötték, vágták, de ő sem hagyta magát, ezért belőle is vádlott lett. Az ügyben most született ítélet. Itt a szekszárdi buszpályaudvaron verték meg a férfit, egy régi haragosa lépett oda hozzá, és kérdés nélkül bordán ütötte. A sértet viszont nem hagyta annyiban, így az áldozatból pillanatok alatt támadó lett. Összeverekedtek, majd a földön dulakodtak. Ekkora a verekedés kezdeményező fiatal egyik barátja is ütni kezdte az áldozatot. Az ügyben végül mindhárman vádlottak lettek, az első ütést bevívő férfi lett az első rendű. A szekszárdi járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki, csoportosan elkövetett garázdaság büntettében, többrendbeli garázdaság vétségében és lopás vétségében is, ezért szabadságvesztés szabott ki vele szemben, 10 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, amelynek végrehajtását egy évi próbaidőre felfüggesztette.
Az ügy másodrendű vádlottja az eredetileg megtámadott férfi lett, ő próbára bocsátást kapott, garázdaságért kellett felelnie, mert az ügyész szerint azzal, hogy erőszakkal védte meg magát, a pályaudvaron várakozókban megbotránkozást kelthetett. Egy nyilvános helyen, a buszpályaudvaron hangos veszekedés, verekedés, bántalmazás, olyan magatartás, amely nyilvánvalóan szembeszegül az általános normáknak, ami nem megengedett, és alkalmas arra, hogy ezen a nyilvános és forgalmas helyen azt bárki lássa, észlelje, ezért garázdaságnak a megállapítására alkalmas. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlottak és az ügyész is tudomásul vették. Regionális híreink következnek. Stratégia a baranyai turizmus élénkítésére, összefognak a helyi szereplők, önkormányzatok. Érik már a somogyi eper, Csökölyben, Szabadföldön és Fólia sátrakban is termesztik a gyümölcsöt. Egyenruhások várták a gyerekeket Fonyódon, toborzást tartottak a helyi huszárok. Lökést kell adni a baranyai turisztikai iparnak, ezért egy hosszú távú stratégiát dolgoznak ki a megyei önkormányzat és a helyi kereskedelmi és iparkamara vezetésével. Jelenleg olyan workshopokat tartanak, ahol az ágazat szereplőit bevonva az ő érdekeiket is figyelembe véve tudnak tervezni a következő évekre. A statisztikák szerint Baranyában alig néhány napot töltenek átlagban a vendégek. Miközben olyan természeti vagy kulturális értékek látnivalók vannak itt, amikre több napos programokat is lehet szervezni. Önkormányzatok, intézmények, vállalkozások képviselői tartottak workshopot szerdán. A Baranya megyei turizmus lehetőségeiről értekeztek a megye önkormányzat dísztermében. Igen nagy szükség van arra, hogy Baranya megyének, baranyai turizmusnak adjunk egy új lendületet, és ez a gondolat vezérelt bennünket akkor, amikor a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen ennek egy olyan kezdeményezést igyekeztünk kialakítani, amellyel a célunk az, hogy legyen Baranyának végre egy olyan turizmus fejlesztési stratégiája, amely nem csupán egyik vagy másik pályázati konstrukcióra vonatkozóan jelent iránymutatást, és nem csupán néhány évre szól. Legalább egy évtizedes távlatot felölelő stratégiára van szükség, mondja a megyei elnök. Hiába rendelkezik a megye kiemelkedő turisztikai értékekkel, látnivalókkal, a vendégek mégis kevés időt töltenek Baranyában. Baranya megyében átlagosan hány vendégészakát töltenek a különböző mikrotérségekbe az ide látogatók, akkor ezek ilyen 2-3 nap között mozognak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az lenne a cél, hogy ezt a számot növeljük. Ez egy nagyon alacsony szám. Van annyi látnivaló Baranya megyében, hogyha a turisztikai attrakciókat jól tesszük egymás mellé, és a turistát vezetjük ezen helyszínek között, akkor akár 3-4 napot is el lehet tölteni itt a megyébe, és az nyilván sokkal több bevételt is jelent a helyi számára. A megyei turisztikai stratégia megalkotásához minden érdekelt terület képviselőivel szeretnének egyeztetni. A megyei elnök szerint így tudnak majd olyan stratégiát kialakítani, ami erősíti ezt az ágazatot a következő években. A Fólia sátrakban kevesebb, Szabadföldön több eperterem idén a Somogy megyei Csökölyben, mint tavaly. Ennek a gyümölcsnek a szezonja már megkezdődött, és várhatóan egy hónapig tart. Nagy a sürgésforgás mostanában az eper hazájában. A csökölyi földeken a kora reggeli órákban kezdődik a munka, és bizony gyorsan megtelnek a ládák zamatos eperrel. A fólia sátrak azok igazából a koraiak most kezdenek leérni. Április 24-én kezdtük szedni, gyakorlatilag majd csak nem egy hónapja. Hát közepes termés volt, keveset hozott viszonylag egy bokor. Tavaly bővebb termés volt. Árba hasonlóak vagyunk a tavalyihoz igazából, csak a mennyiséggel vagyunk bajba. Az őstermelők többsége több fajtával foglalkozik, hogy folyamatos legyen az ellátás a kereskedők és a vásárlók számára. A sátorfóliákban ugyan még érik a gyümölcs, de eközben már a szabadföldi eper is pirosodik. Aránynak bő termés látszik rajta elég sok szemmel. Bizakodók vagyunk vele szemben. Dombozata is elég szép nagy, úgyhogy... Jövő év végére szerintem mindenképp már főszezonban lesz a szabadföld is. A szamóca termelési költsége évről évre nő, azonban a gyümölcs piaci ára jelentősen nem változott az előző évekhez képest. Az ára kevesebb a szokottnál, bár a termelési költsége jóval nagyobb, jóval többe kerül, mint eddig, de sajnos ezzel nem tudunk mit csinálni, el kell adnunk így, ahogy tudjuk. A
termelők többnyire nagyobb mennyiségben értékesítik a gyümölcsöt, azonban már arra is van lehetőség, hogy pár kilogramm frissen szedett eper akár házhoz is érkezzen. A COVID idején létre kellett hoznunk egy csoportot, hogy el tudjuk adni könnyebben az epret, mivel máskülönben nehéz volt. Mindenki örült neki a házhoz szállításnak. Szeretik az emberek, hogyha házhoz visszük, meg biztatóak vagyunk, pontosak vagyunk, gyorsak vagyunk, és viszonylag jó árat tudunk produkálni. A csökői eperrel várhatóan június közepéig találkozhatunk a piacokon. Huszárokkal telt meg hétvégén a Fonyódi Kossuth Park. A település hagyományőrző csapata ugyanis seregszemlét hirdetett. Trombita szóval hívták össze Fonyód huszárait a hétvégén. A település hagyományőrző egyesületének összejövetelén a legkisebbek is bemutathatták tudásukat. A karddal való bánást, a fegyverekkel, meg az összetartozást. A résztvevők között ifjú hölgyek is akadtak szép számmal. Egyszer elhoztak minket ide a táborba, és megnézhettük, hogyan zajlanak itt a mindennapok. Nagyon megtetszett a hagyományőrzés, mindig is imádtam beöltözni, és egy nagyon jó közösséget is találtam itt. Az egyesület idén ünnepli megalakulásának 12. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy kiállítás is nyílt a Kossuth Parkban. A gyermekekkel foglalkozó hagyományőrzők évek óta azon dolgoznak, hogy a fiatalok nemzeti és hazafias nevelése kötetlen formában valósulhasson meg. A nemzeti ünnepeinken ugye diszelegnek, díszsortüzetlőnek, koszorúznak, valamint diszelegnek, zászlót vonnak fel. Tehát ez az ő feladatuk. A gyermekeknek ugye ez fontos, a hazafias nevelés. Tehát próbáljuk őket fegyelemre, hazafias nevelésre, hazaszeretetre nevelni, nem csak a fiúkat, ugye a lányokat is. Szakértők szerint ez a fajta nevelés a fiatalok egész későbbi életét meghatározza. Azért fontos, mert egy picit egyrészt kimozdítja őket a kütyük világából, kicsit megmozdulnak, ki elhagyják azt az úgynevezett zónát, amit ugye nagyon nehéz a szülőknek áttörni. Nekünk úgy néz ki, hogy sikerül. Ez a hagyományőrzés ugye olyan tevékenység, ami a gyermekek számára vonzó, hiszen látják már kis gyerekkorukban a mesékből, hallják a huszárt, látják az egyenruhákat, tetszik nekik, és ha ezt kihasználjuk, akkor bizony eljuthatunk oda, hogy ezzel a tevékenységgel teljesen természetes módon alakul ki az identitásuk. A születésnapi seregszemle kopjafa avatással és harci bemutatóval zárult. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Vért adtak a Városháza dolgozói, 13-an segítettek így másoknak Szekszárdon. Agrárkamarai választások május 20-án voksolhatnak a gazdák Tolna megye szerte. Turisztikai központ tovább folytatódnak a munkálatok. Ütötték, vágták a pályaudvaron, ketten bántalmaztak egy férfit Szekszárdon. Péntek délelőtt szakadozott felhőzet zavarhatja többfelé a napsütést, gyenge délnyugati légmozgás várható. Délután kitisztul az ég és zavartalanabb napsütés válik jellemzővé mérsékelt légmozgással. Éjszaka csillagfényes, gyengén felhős égbolt várható. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!